A tallini U23-as Európa-bajnokság után nem sokat pihent Bakosi Péter, az elmúlt hétvégén ugyanis rajthoz állt a Honvéd kupán. A budapesti verseny a hazai viadalokon megszokottól eltérően alakult, ezúttal ugyanis riválisa akadt a nyíregyházi magasugrónak, aki így a vártnál nehezebben szerezte meg az aranyérmet. Úgy készült, hogy nem lesz ellenfele, ugrik valamit, és akkor készül erre az éves nagy versenyre, de a menet közben kiderült, hogy az ellenfele a Fajzomi Dávid, a Viktor, nagyon jó napot fogott ki, és elkísérte Petit egész 219 cm-ig, úgyhogy muszáj volt összekapnia magát, egész jó kis versenyt hoztak össze, Peti egyet ugrott, leverte, kihagyott, átvitt kísérleteket, tehát nagyon jó kis verseny lett végül is, 219 cm lett a vége, én azt hittem, hogy végül nagyobbat is ugrik, de hát végül is ez az eredmény maradt. Péter a hétvégén a versenyzők körében csak a magasugrás mekkájaként emlegetett, németországi Eberstadtban áll rajthoz az U23-asok mezőnyében. Ez az egyik legnagyobb magasugró verseny a világon. Erre a felnőtteknél részvételi szint az 230 cm fölött van, tehát csak a legjobb magasugrókat hívják meg. Egyik nap a női verseny van, másik nap a férfi, és az előttük lévő napon, tehát a két nap előtte pedig az utánpótlás korúaknak rendeznek egy versenyt, de ide is csak a legjobbakat hívják meg, tehát itt is Péternek lesz 10 olyan ellenfele, aki körülbelül olyan eredményt tud, mint ő, tehát én remélem, hogy ebből egy jó eredmény fog kikerekedni. Péter célja, hogy megjavítsa az idei legjobbjának számító 221 cm-t. A németországi versenyen kívül a jövő hétvégi országos bajnokságon, a szeptemberi csapatbajnoki döntőn és még 3 külföldi versenyen lesz erre lehetősége a 22 éves magasugrónak.